Hé, hey, srácok, lányok! Ígértünk egy követendő, vagyis egy follow-up, vagyis egy folytató videót a farmatraszthoz. Hát, <laughs> ugye beígértük, hogy Bohus Eszter ad majd nekünk esetleg interjút, illetve kérdéseinkre majd válaszol. Hát ehelyett kaptunk egy morcos besértődött, defenzív üzenetet, illetve hát, tudjátok, mit döntsétek el, hogy ez morcos besértődött üzenete vagy sem illetve a kérdéseinkre próbál-e válaszolni az Eszter, aki úgy tűnik, hogy nem fog velünk videóban a farmatrasztról beszélni. Hmm. Na, akkor a következőt írja ő. Szia, Gábriel! Ugye a küldte az üzenetet. Megnéztem az eddig készített videót, és meg kell mondjam, hogy eléggé csalódott vagyok, amiatt, hogy hihetetlenül felszínesen jártátok körbe a farmatrasztot, és az egésznek a tálalása eléggé degradálóra sikerült. Cikizős, lenézős, gúnyolódós hang nem, nem vagyok benne biztos, hogy ehhez asszisztálni szeretnék. Tehát nem biztos benne, tehát lehet, hogy akkor a végén még meggondolja magát az Eszter. Pattanásos kölyök programozókat hiányoltak, hi, ö, Pattanásos kölyök programozókat hiányoltok, Serifot, középkorú bácsi valamilyen marketingesként tituláljátok, pedig mind a weboldalon, mint a LinkedIn profiljában, ami egy kattintással elérhető, eléggé nyilvánvaló, hogy elég menő jogász. Elég menő jogász. Szóval ez egy tiszteletreméltó titulus úgy tűnik, hogy menő jogász. Elég menő jogász. Nemzetközi médiai hátterű szakember. Pont-pont-pont. AJ Plus implementation, uh, implementation Manager, az AA Jazira Network ügyvezető igazgatójának a jogtanácsosa, korábban a British Telecom jogásza, stb. Anthony St. John of Bledsoe, a brit kormány artificial intelligencia, intelligence, intelligence, vezetője és szakmai vezetője, korábban a Shell vezető jogásza, a CTO, az, Aziz több mint 20 éve fejleszt rendszereket és több mint több saját license van. Én üzletfejlesztési slash business development manager voltam szintén Qatarban az AI Jazira Media Network marketing igazgatóságán. A smart kontraktunkat Idáig, ö, ide most bevágnám azt, hogy akkor, amikor egy új, feltörekvő, innovatív, disruptív, más világot teremtő technológiáról beszélünk, akkor, és ezt próbáltuk a videóval érzékeltetés magyarázni, hogy nem a régi ö, elfogadott címek és titulusok villogtatása az, ami elnyeri a bizalmat. Oké? Okay. Szóval azért, mert el van mondva, hogy ő annak a nagy cégnek, meg annak a másik nagy cégnek volt a nagyon tiszteletre méltó, szuperduper jogásza, ettől azonnal mindenki álljon vigyázba. Nem. Pont ez a lényeg, hogy a mai új dolgokat nem azok az emberek fejlesztik, nem azok az emberek építik, akik régen nagy, öreg cégeknek voltak a vezetői. Vitalik Buterinnek, tessék megmutatni, mik voltak a nagy cégek a háta mögött. Ha? Ezt próbálnám megértetni, és egyébként, ha pedig ennyire defenzívra tetszik kapcsolni, kapcsolni kedves Eszter, mert gondolom, hogy visszanézed ezt a videót is, akkor nem érted, hogy a, a kriptovilág cinizmusa az egy olyan dolog, amivel kalkulálni kellene. És a mi cinikus, akár degradáló, vagy, kér, vagy, 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 lenézős, vagy akármilyen stílusunk, az csak, az csak része ennek a mai lendülettel teli cinikus világnak, ahogyan vizsgálódunk, a rengeteg scam és csaló ICO között egy-egy újabbat. Szóval az, hogy ezen be kell sértődni, szerintem nem a legokosabb hozzáállás. Szerintem ez a fajta besértődős díj és visszaoktatás hosszú távon nem fog működni, legalábbis nem a kriptóvilágban. Elhiszem, hogy a, az öltönyös bácsik és a pesgőtartó estéken ez nagyon szépen megy, de a t-shirtös pólos befektetőknél, a, a, a kriptó gyerkőcöknél, ez annyira nem nagy villantás, illetve nem annyira konstruktív hozzáállás. Na de menjünk tovább a villantások után, szóval azután, az hogy el van mondva mindenki, hogy mennyire nagyon nagy király volt, most jönnek ugye a a, a ugye úgy kerestük, hogy ki csinálja magát igazából, a, a smart kontraktot, ki csinálja igazából a, a fejlesztéseket, mint ugye, mert hát ugye mi egyelőre erre vártuk volna választ Erre valami nagyon fura ö, vál, válasz érkezik, folytatós, a Shell, az íz, és akkor én is ez a menedzser voltam, meg a és akkor figyelj, a Formatrasz technológiai alapjait Nagy Dániel, az Ethereum Foundation magyar származási fejlesztője készítette, igaz az ő részvétele nem egy kattintással elérhető, mivel kérte, hogy ne kerüljön fel a webre. Haló, lehet, hogy ez most új információ, neked kedves Eszter, de a legtöbben itt a kriptóban tudjuk, hogy minden transzparens, átvilágítható, látható. Ha valaki nem adja a nevét a produkthoz, az is egy információ. Szóval, én nem értem, hogy miért osztod meg velünk ezt az információt, hogyha ez nem egy publikus információ. Ha pedig egy publikus információ, akkor ezt oda kellene rakni, mert akkor lehet, hogy ennek a srácnak a munkája, illetve az ő hozzáértése ö, emelné tovább a céget. De az, hogy ő azt mondja, hogy inkább ezt nem szeretné, ennek is megvan a maga üzenete. Szóval úgy néz ki, hogy Nagy Dániel nem adja a nevét a ti cuccatokhoz, annak ellenére, hogy lehet, hogy jól megcsinálta a az alapjait, mert ugye azt írja, hogy farmatrasz technológiai, technológiai alapjait Nagy Dániel, az Ethereum Foundation Manager, magyar származási fejlesztője készítette. Akkor most, ha a Nagy Dániel készítette az alapokat, akkor mit csinál a CTO meg a nagynevű fejlesztőitek? Szóval már megint furcsa, ugye, mert erre írja, hogy Mike Barber erős igen komoly szakmai leírás található mind a weboldalon, mind a LinkedIn profiljában megint komoly szakmai leírás, akkor miért nem Mike Barbarelli csinálta a dolgokat? Vagy ő csinálta, vagy a Nagy Dániel, vagy most mi van? Már megint káosz. És akkor itt jön a defenzív, visszakötekedő hozzáállás, ami mondom Eszter, illetve minden más jövőbeli ICO-t lancsoló cégnek jelezném, hogy ez a fajta bemarás, vagy visszakóstolgatás, ez nem annyira okos. Mert hogy most megint ön ugye ez, hogy csak ugye meg kellett volna nyomni azt a gombot, hogy lássátok, kettős pont, az advisory boardban a, a server technológiai igazgatója Najib bremen is szintén 20 éves gyógyszeripari szakmai tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel. Biztosan ő is hülye, hogy minket választott és hozzánk csatlakozott tanácsadóként. Hisztizik, Eszter? Bocsánat, de ez hiszti. Hogyha a Balina, vagy a Bad Crypto, vagy akármelyik ö, nemzetközi, vagy angol nyelv, vagy akárki elkezdi analizálni az ICO-tokat kedves jövőbeli cégek, és esetleg nem áradoznak, hogy ú, mennyire jó, mert nekik van egy saját stílusuk, szerintem nem annyira konstruktív és okos őket megpróbálni visszamarni azért, mert ők ilyen cinikusan, vagy ilyen bolondozva, vagy felületesen ugranak rá a projektetekre, hanem inkább kell nekik adni extra információt, hogy ó, azt nem jól értetétek, nézzetek, csak itt van még egy csomó információ, ó, én elérhető vagyok, hogyha még kérdésetek van, ez lenne a konstruktív hozzáállás. Ugyanis, hogyha így megfelel a mi cinizmusunknak, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó a cuccotok. Ott van például a Wabi, vagy ott van például a b vagy ott van például a T-Food. t konfettiket dobáltunk örömünkben, hogy mennyire jó a csapat. Nagyon kevés volt az elérhetőségük, viszont minden, amit láttunk, ájulás volt, és nagyon jó volt. Erre még mindig nem látom egyébként a választ, hogy a, a, a tanácsadók, akik olyan nagyon-nagyon kedvesek és aranyosak, hogyan vesznek részt a munkában. Mert azt látjuk, hogy a munkát egyenlőre a nagy Dávid csinálta, aki nem adja a nevét a dologhoz, mellette meg ott van ugye a Mike, meg a többiek. Na, de akkor menjünk tovább, szóval rá kellett volna nyomni arra a gombra, biztos ő is hülye, hogy minket választott és hozzánk csatlakozott tanácsadóként. Ez a szegény öreg bácsi, úgy mint George Han és Joachim Holmer, Desmond Marshall és a többiek, akik nagyon komoly, komoly szakmai tekintéllyel és nem, nem, meg egyszer. Úgy mint George Han és Joachim blablabla és többiek, akik nagyon komoly szakmai tekintéllyel és nem adják, akik nagyon szomorítak, intéjed, és nem adják a nevüket akármihez. Megint régi, öreg, elavult, establishment rendszereknek a a, a, a tiszteletét próbálni applikálni ebben a világban nem működik. Oké? Okay? Ha valaki a kriptovilágban csinált valami újítót és a kriptovilágon belül ő el van ismerve, azt esetleg föl lehet hozni. De azt, hogy valakik 10-20 éve Tologatják a maguk uh, IT uh, cégeiket. Egyelőre nincsen arra bizonyíték a kripto világban, hogy ez nagyon működött volna. Nézzük, itt van például John McAfee, aki zilliárd éve nyomja az IT-t, és közben egy rakás hülyeséget, meg pump and csinál a rockstar figyelmét kihasználva. De ennyi. De ő nem épít, nem fejleszt, nem csinál semmiféle uh, világrengetőt. Szóval szerintem nem annyira okos ezeket a régi uh, Tiszteletet generáló dolgokat felhozni, mert a kripton belül nem működik. Aztán ö, itt van a végén a kis cinikus le, lezárás, hogy. Ja, igen, mondom, egyre minél jobban belemélyedett az Eszter, annál cinikusabb, hogy nem, nem adják a nevüket akármihez. Az MVP-ről is van magyarázó videó, és ami kérdéseket kvázi feltettetek, azokra minden válasz, információ ott van a WhyPeperben. Követhet, kö, közérthető nyelven, lehet nem vettétek a fáradtságot, hogy megnézzétek? Vagy az angol nyelv hiánya tántorított el benneteket az elolvasástól? Valóban, az angol nyelv azt tántorított el minket. És tényleg, tíz éve élünk Angliában, szerinted tényleg az angol nyelv tántorított el, illetve az egész videó alatt folyamatosan nyitottak voltunk arra, hogy bárki kiegészítse, kiavítsa, ha valamit nem találtunk, valami elkerült a figyelmünket, pont erre szól ez az oda-vissza dolog. Egyébként pedig arra a kérdésünkre ezt még mindig nem találok választ, hogy hogyan vesznek részt a munkában ezek a nagy nevek. Ki mit csinál? Mert egyelőre csak a nagy Dávid nevét. Látom, hogy ő csinált valamit. Aztán utána megy tovább az egész, hogy lehet, hogy nektek a pattanásos no-name fejlesztői és menedzsmenti csapata nyerő, de szerencsére ez is egy hungarikum, mint ahogyan a ti felkészületlen hozzáállásatok is, azt nem tudom eldönteni, hogy ez a videó melyikünknek cikib, nektek vagy nekünk. Szerintem az előbbi. Nagyon elszoktam ettől a mentalitástól, és mint mondtam, ehhez így, ebben a formában nem kívánok asszisztálni, mert rengeteg sokkal fontosabb dolgom van ennél. Mire jó ez, Eszter? Azért, mert van két ugribugri hülye gyerek az interneten, akinek megvan a maga stílusa, és azzal te nem tudsz mit kezdeni, ez a te limitációd. Majd amikor körben körbenézem, mert ugye felkészületlenséget említed, akkor kicsit körbenézel jobban a kriptovilágban, és beszélsz egy pár ö, fiatal fejlesztővel, akiket te non-name fejlesztőnek hívsz, akkor lehet, hogy már rá fogsz jönni, hogy a cinizmusunk, a a kritikánk az egy, az egy eléggé releváns, az egy eléggé megszokott hang, és nem tudom, hogy hány ICO-ban vettetek ti részt, kedves Eszter, de a mi tapasztalatunk szerintem előré van egy picivel. ICO-lebonyolítás vagy ICO-ban való részvételnél. Szóval szerintem inkább a feedbackünkből kellett volna dolgoznotok, hogy hm, így is láthatják mások a mi prezentációnkat ezt a benyomást keltjük mondjuk, a valaki így hirtelen megnézi az ICO-nkat? Hm, akkor mit is kellene? Hogyan kellene előrébb tolni fontosabb információkat? És egyébként. Aztán, ja, őszintén nagyon sajnálom, hogy ennyire vagytok képesek, és remélem, hogy a közönségeteket jobban meg fogjátok becsülni az ilyen felszínes és dezinformatív, félreinformáló és negatív benyomást keltő videók upgrade a jövőben. Ha gondoljátok ezt a kommentet, nyugodtan tegyétek hozzá a cikkhez vagy videóhoz. Tökre örültem volna egy kvalitásos, ma egy kvalitásos magyar szakmai megjelenésnek. Igazán sajnálom, hogy csalódnom kellett. Üdv, Eszter! Még egyszer mondom, Összefoglalva, és ez tényleg legyen mindenkinek tanulságok, és látszok, lányok! Ha valaki tervez egy ICO kibocsátását, akármilyen információ visszajön, az egy feedback, az egy visszajelzés. Azt lehetne úgy kezelni, mint egy anyagot, amivel dolgozni kell. Mert ha mi bennünk ezt a benyomást kelti, akik 22 percen, 20 percet beszéltünk egyébként az ICO-ról a négyét szétszedegetve, mások még 20 percet rá sem szánnak a, arra, hogy, hogy ránézzenek a, a, a cuccatokra és eldöntsék, hogy befektetnek-e vagy nem. Illetve, ha valaki mondjuk rászán annyi időt, mint mi, és ennyi a befoly... ekkora a benyomásuk, mint nekünk, akkor lehet, hogy nektek kellene a fontosabb információkat előrébb tolni, és egyebek. De mondom még egyszer mindenkinek, aki aki a jövőben ico tervez, illetve gyűjtögeti az információkat, hogy hogyan kell azt igazából menedzselni, prezentálni, meg ilyenek. Két dolgot foglalnék össze. A régi rendszer nagy nevű katonái nem működnek. Nem húgyozzuk, szarjuk össze magunkat. Lehet, hogy abban a Buborékvilágban, a régi, old school PR világban, meg a branding management, meg ilyeneknél ez működött, a kripton belül nem. A kripton belül az kell, hogy ki mit csinált, ki mit milyen jól csinált, mekkora jó az ötlet, mekkora újítás, és kész. És nem az, hogy ő már 20 éve, neki nyolc diplomája van, kit érdekel. Pont ez a kriptovilág világ lényege, hogy egy új dolgot csinálunk. ha. És egyébként annak örülök, hogy az egyetlen kérdésre megválaszoltátok a, a kérdést, hogy akkor úgy néz ki, hogy van olyan tanácsadótok, aki a gyógyszerrészettel kapcsolatosan osztja nektek az eszet, ami egyébként egy fantasztikus dolog. De ez az egy információ volt, amivel itt most tudunk dolgozni, Eszter, hogy, hogy van nektek olyan tanácsadótok, de még mindig nem tudjuk, hogy hogyan vesznek részt, milyen gyakran, mit csináltak ők, még mindig nem tudjuk, hogy akkor kik csinálják magát a platformot, az MVP-t még mindig nem tudjuk kipróbálni, tehát hiába mutogattok róla videókat, ha azt nem tudjuk öm, kipróbálni, illetve szomorú, hogy ilyen old school sértődékeny defenzív hozzáállással tetszik menedzselni a feedbackeket, mert szerintem ennél még rosszabb is lehet. De lehet, hogy ebből az, a mostani videóból egy kicsit tanultok, kedves Eszter, meg mások is, és aztán megpróbáltok ezzel az anyaggal kezdeni valamit. Ugyanis például ott van a, 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 a másik medical cucc, a másik magyar ICO, a, az ethanol, ethanol, mikor velük kapcsolatosan volt a kritikus írásaim az ő posztjuk alatt, ők például tök ügyesen, sokosan menedzselték le, kiegészítették azokkal az információkkal az én gondolataimat, amik hiányoztak. Tehát amikor én vitattam, hogy ez elég, elég releváns üzleti modelle, akkor oda berakták, hogy mekkora nagy a piac, ö, mekkora lehetőségek vannak ott, és egyebek. Szóval ők tök okosan és intelligensen menedzselték a feedbacket. Én szerintem ezt kellene valahogy megtanulni, hogy felkészülni mindenre, és mindent nagyon kedvesen, nagyon jó pofán lekezelni, mert egyébként csak azt látom, hogy ezek még mindig ilyen régies, hozzáállású kezdeményezések, akik csak annyit szagolnak, hogy az ICO-ban van egy csomó pénz, és akkor szedjük össze a sok-sok pénzt. És mindenki, aki pedig kritizál minket, ez bűdös, búgó felkészületlen, mert ők nem értik, hogy mi mit akarunk. Ha nem értik, hogy mi mit akartok, akkor lehet, hogy ti nem jól táraltátok. Szerintem. De természetesen, mint mindig, srácok, lányok alul a kommentben lehet kiegészíteni saját véleményekkel jöhetnek a kiegészítések arra, hogy esetleg tényleg nagyon bunkók voltatok, ez egy nagyon jó cucc, mert ők már 20 éve csinálják ezeket a dolgokat, vagy valami. Szóval várjuk a hozzá, hozzáfűzni valókat mindenkitől, mind, mindig. És különben meg feliratkozás, meg megosztás, meg egyebek.